Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik május 3-án. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Satabisa holdházban van. Ez a holdház lefordítva azt jelenti, hogy 100 szerencse, 100 félelem. Itt ezen a területen, ahol a hold mozog, ebben a holdházban nagyon sok szerencsecsillag van, ami tényleg szerencsét hoz. De a háttérben ott van az árnyék, a félelem. És ez a holdház azt jelenti a mai napon, hogy vannak lehetőségek. Sőt, lehet a mai napon szerencséd. De ha vannak félelmek, akkor azzal akadályozod ezt. Tedd át magadat a félelmeken, és figyelj oda lehetőségekre, hiszen ez a mai napon szerencsét hozhat. És most rátérünk a kártyákra, megnézzük az ő gondolatait. Ott megjelenik a ház, meg a virágcsokor. Az jelentheti azt, hogy tervezi a kerti munkát. Szépítgeti az otthonát. Azt is jelentheti, hogy lesz egy meghívás, és örül annak, ha meglátogatod őt. Azt is jelenthetik a képek, hogy tervezi azt, hogy meglátogat téged, és megajándékoz téged. A ház az lehet egy közös otthon tervezése is, és keres most egy szép otthont, hiszen ki akarja alakítani veled együtt ezt a közös otthont. A ház jelentheti a családi kapcsolatokat is, hogy itt lesz egy kellemes meglepetés, egy látogatás, vagy egy ajándék. Amit a képek még jelenthetnek, egy kreatív tevékenység, otthonról dolgozni, vagy szeretne kiépíteni egy magán céget, lehet, hogy veled együtt. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát. Ez bal oldalon látható. Ott alul van a patak. Itt folyamodnak az események, ennek van tisztító ereje. A lilium virág jelenti a tiszta érzelmeket. Előre folyamodnak az események, kitisztul valami. Amit a lilium virág még jelenthet, ezek a szexuális témák, és úgy érzi, hogy itt lesz kettőtök között egy ilyen testi közeledés. A hajó jelenti a reményt, vagy jelenthet egy lelki kapcsolatot kettőtök között, vagy jelenthet egy utazást, például egy közös nyaralást. Vagy azt is jelenthetik a képek, hogy ő távol van, és meg akar látogatni téged, vagy lesz egy meghívás, és szeretné azt, ha te látogatnád meg őt. Mit fog tenni? Az jobb oldalon látható. A torony az jelentheti a korlátozásokat is, különösen, ha itt mozgásról vagy utazásról van szó. A torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is, és ez a férfi közeledik hozzád, támogat téged, és mondja azt, hogy ebben a helyzetben most előre mennek az események, lesz mozgás. Ez a mozgás lehet egy autó vétele is, és akkor a torony ez a hivatalos dolog, ahol ez le lesz rendezve.
Mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán, amit a férjem készített, az úgynevezett rovás írás. A mai napon az U betűről van szó. Mit jelent számodra ez a betű? Leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen. Ami nekem eszembe jutott, Ursula, Uwe, Ungarn, Újhartyán, ez egy helység, nem tudtam, hogy van ez a helység, de nem jutott semmi eszembe, és a Google-on keresztül keresgettem, és így jött ki ez a helység, Újhartyán. Ami még így eszembe jut, például Ungarn, vagy, mint fogalom, ugrani kellene, hogy előre menjenek az események. A német nyelvű területen is vannak ilyen régi betűk, ők ezt rúnának nevezik, ami látható a képen, alul bal oldalon, ugyanaz a szimbólum, mint a rovás írás. A rúnánál látható a vidámság, a mozgás, a kreatív tevékenység, a testi közeledés, és a lepke szimbolizálja a lelki kapcsolatot. Visszatérve a magyar rovás írásra, középen ez a régi betű szimbolikusan azt jelenti, hogy az egyik vonal az jelenti a te életutadat, azzal szemben a másik vonal az övét, középen találkoztok, lesz közeledés, lesz találkozás, és középről majd együtt fogtok egy új irányba tekinteni, vagy hoztok bizonyos döntéseket. A napi kártya jobb oldalon látható. Ez a kép nagyon érdekes, hiszen a hölgy gondolataiban megjelennek itt a kartok. Ezek lehetnek ötletek, vagy fontos döntések, de lehetnek külső támadások is. Úgy tűnik, minthogyha ez a hölgy veszélyben lenne, és meg kellene védeni magát, de nem erre figyel oda, hanem a pókra, hiszen ott van előtte a pók, és megpróbálja ezt a pókot elüldözni a csizmájával. Tehát nem arra figyel oda, ami fontos lenne, ahol tényleg veszély van, hanem egy kis pókkal küszködik. Igen, tudom, hogy sokan félnek a póktól, és ez nagyobb kihívás, mint bármi más az életben, de ez a kártya szimbolikusan azt jelenti a mai napon, hogyha veszély van, vagy támadások vannak, vagy fontos események, arra kell odafigyelni, és nem ilyen kis dolgokkal törődni. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra az U betű, vagy meglátogathatsz a Facebook oldalamon, Dender a Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!